Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband Európa 1200 módos végigjátszásomat, és itt maradt abba, hogy az előző részben elfoglaltam az összes dán területet, és még mielőtt el nem indítottam a felvételt, ugye ott maradt abba, hogy mivel már csak a dánokkal állok hadban, és területük nincsen, ezért arra gondoltam, ugye, hogy lerakom a seregemet, és levadászom a megmaradt nemeseket. De ugye nem rögzítettem azt, hogy itt hagyom a katonákat, ugye nem láttam értelmét annak, szóval csak annyi történt, még mielőtt elindítottam volna a felvételt, a katonákat beraktam a várba, kivéve valami 100 lovagot, 100-150-160 lovagot nagyjából. Magamnál tartok, mert ennyi kell ugye, hogy legyőzzem az izéket. Ó, várjunk. Nem csatlakoztak be? Fenébe. Segítenem kell neki. Na mindegy. Szóval mindössze annyit csinálok még, hogy ezt a csávót le kell győzzem, igen. Szóval levadászom ugye a megmaradt dán nemeseket, és hogyha senki nem üzen hadat, akkor meg fogom támadni a norvégokat. Wow, ez rengeteg lovag. Nagyon sok. Nem sok értelmét láttam annak, hogy rögzítsem azt, hogy hogyan rakom be a csapataimat a várba. Ezért nem indítottam el ugye a felvételt, csak miután már beraktam a katonákat a várba, meg nagyjából amit hozni akartam, azt meghagytam ugye. Oké, elég gyorsan lemészárolják őket. Van két sebesült, wow. Nem gondoltam volna, hogy sebesültjeim is lesznek. Oké, ember kb. Ennyi volt. Kicsit rossz az, hogy néha megkérnek, hogy segítsek valamelyik nemesnek, ugye. Van egy katonája, aki sebesült, és segítsek rajta. Meg, segítsek meggyógyítani, ugye. Oké, ezzel a csávóval még nem is találkoztam eddig, de most már bemutatkozom neki. Én és lovagjaim. Amúgy lehet, hogy csak sima lovagokat kellett volna hozzak, és nem teljesen kifejlesztett lovagokat, mivel ezeket ugye nem lehet továbbfejleszteni. Ja, lehet, hogy ez kicsit... Ja, amúgy arra gondoltam, akkor ezeket a lovagokat le kéne raknom, mert ugye ezek, vagyis lovagoknak hívom őket, de valójában... Vagy bannerettek ugye, vagy olyan lovagok, svédek, vagy dán lovagok, akiket nem még lehet tovább fejleszteni. És valójában csak sima lovagokat kellett volna hozzak, akiket tovább lehet fejleszteni ugye, mert sokat kell majd csatázzak, és tudnám fejleszteni őket. Ja, szóval legyen az akkor, hogy bemegyek a várba, itt hagyom ezeket. Mert ugye amilyen katonák vannak jelenleg nálam, ezeket nem még lehet tovább fejleszteni, kivéve eztet, oké. Okay. Igen, igen, mi lesz Electus? Nem, dán lovagot nem. És akkor vannak csak a sima lovag. Ebből kell nekem 200. Mert ugye a sima lovagot tovább lehet fejleszteni banneretre, ugye? Azt mondja, hogy igen. És szeretném fejleszteni őket, mert hát miért ne? Száztizennyolc katonájuk van, egyáltalán nem sok. Ha már lehetőségem van arra, ugye, hogy fejlesztek egy kicsit a lovagokon, akkor hát miért ne? Mert ugye hozhattam volna csak banneretteket, de őket már nem lehet tovább fejleszteni.
Oké, elég gyorsan le fogjuk megvágni őket. Nem valami erős az ellenség. Amúgy szerintem a dánoknak még rengeteg nemesük van. Sajnos. Fel kell majd kutassam őket ugye lassan, és le kell vadászni mindegyiket. És remélem senki nem üzen hadat. És hogyha nem üzennek hadat, akkor ugye miután a dánokkal végeztem, akkor egyből nekiesek a norvégoknak. Hagyom amúgy, hogy a lovagjaim harcoljanak, hogy minél gyorsabban szintet lépjenek. Oké, sajnos egy meghalt. Egy halott és 7 sebesült. Oké, tűrhető veszteség. Hadd menjen. Hányan léptek szintet? Mondjuk Telvil most szintet lépett. Oké. Lett kemény 6 banneret. Jó, el kéne kapni ezt a csávót is. Nem automatikázok, mert olyankor megtörténhet, hogy nagyobb lesz a veszteségem. Mintha lejátszom a csatát. Plusz azt vettem észre, hogy automatikázáson ugye nem lépnek szintet a katonák. Így le kell játszom a csatát, mert így van esély arra, hogy néhány lovag szintet fog lépni a csata után. Ha automatikázok, akkor azt vettem észre, hogy nincs szintlépés. Nem kapnak tapasztalatot. Au. Pont beleszaladtam abba a nyílveszőbe. Nem ár, hogy az egyiket megint kiütötték. Oké, bár nagyjából ennyi volt. Mondjuk azért levágok én is néhány ellenséget, csak azért, hogy nekem is kell ugye némi tapasztalat. Oké, egy sebesültem lett. Na jó, ha minden igaz, akkor itt már nincs ellenség. Szóval irány ide. Oh, hello. Oké, sikerült őket egyből elkapni. Ugye nagyon gyorsan tudok haladni a térképen, mivel mindössze valami 200 emberem van. Az ellenségnek pedig, hogyha van 40 embere, én 200-al gyorsabban haladok, mivel volt olyan, hogy nekem volt vagy 600 emberem, és gyorsabban tudtam haladni, mint az ellenséges nemes ugye 80 emberrel. Most pedig csak 200 emberem van, valami olyasmi. Így nagyon gyorsan tudok haladni ugye a térképen. Ezért tudom elkapni az ilyen kisebb nemeseket ugye, könnyedén. Szét kell törjön a pajzs. Oké. Annyi az egész, ilyenkor nem lehet nézni azt, hogy hány ellenség van még, de szerintem már nincsen sok. Remek, győztünk. Volt némi veszteségem. Ja, egy meghalt. Oké. Nem volt ez rossz. Peasant Woman-t azt fel kell vegyem. Ó, 9 halott, na jó. Pont ezért nem kéne automatikázni. 9 halottam volt. Az nagy veszteség. Oké. Na szóval, hol lehet még ellen? Ott van. Megvagy, állj meg.
Hiába futsz, nem menekülhetsz. Nem automatikázok, mert az előbb is nagy lett a veszteségem. Hű, mennyi lovag, bakker. Az jó. Csomó lovag. Oké, a bishop... Ne, vagyis ez nem bishop volt, hanem Count Henrik. De mindössze ő volt lóháton, a többi katonája az gyalogság. Meg ugye íjászok. Talán a dánokat volt a legkönnyebb legyőzni. Oké, bár ez nagyjából ennyi volt. Nem is tudom, szerintem a lengyeleket nehezebb volt legyőzni, mint a dánokat. Amúgy most nem akarom elkövetni azt a hibát, mint mikor amit a lengyelekkel elkövettem, hogy miután ugye a lengyelek elveszítették az összes területüket, hagytam, hogy fosztogassák a falukat, ugye a falukat, amiket nem adtam magamnak, de ugye egyfolytában fosztogatták őket. Így állandóan ugye jöttek azok a jelentések, meg gyengébb volt a bevételem, mert ugye egy idő után magamnak adtam a falukat, de csak fosztogatták őket. És most nem akarom megcsinálni ugyanazt, hogy hagyom, hogy fosztogassák a falukat, hanem egyből szeretném legyőzni a dánokat, és akkor tudom azt, hogy nem fogják fosztogatni a falukat. Mert nagyon rossz az, hogy egyfolytában ugye kapom a jelentéseket, hogy mennek a fosztogatások, mint például ez. Benézek ide. Ó. Oh. Kevés az élelem. Nagy hiba volt még annó, hogy miután a lengyeleknek ugye már nem maradt több területük, a nemeseket nem vadásztam le, csak nagyon későn. Rengeteg kárt okoztak. Ezt a hibát nem akarom megint elkövetni. Igen, meg el kéne bocsássam a nemeseket, akik csatlakoztak hozzám, anélkül, hogy elfogadtam volna őket. Kissé furcsa. Oké, a páncélok nem a legjobbak. Na jó, hol vannak amúgy ellenséges nemesek? Hol füstölnek a faluk? Itt is füstölnek. Oké, valaki szintet lépett. Alfonso di Benevento. Meg néhány lovag. A lombárdok és köztem történt valami határincidens dolog. Az nem jó. Az nagyon nem jó. Oké, itt van egy nemes. Tetszik az, hogy 220 katonával gyorsabb vagyok, mint ők 20-szal. Nem kellett volna automatikázni, de most már mindegy. Hogy őszinte legyek, elveszítek 3 embert, annyira nem zavar. Oké, Gilem is szintet lépett. 8-as lövő ereje van, király. Nem sokára ő is kaphat mesteri harci íjat.
Amúgy már megint több mint 100 000 dénárom van. Nem igazán kapok jelentést, hogy fosztogatnak. Egyáltalán semmi. Ami azt jelenti, hogy akkor a dánok elveszítették nagyjából a nemeseiket? Azt hiszem, igen. Oké, itt néhányan vannak bebagolva. Jó, mindegy. Megyünk körbe. Nem jönnek a jelentések. Szóval ez azt jelenti, hogy... oké. Ronebi. Aj. Ronebi. Valahol láttam én már azt a falut. Megvagy. Szóval még mindig van azért néhány nemes. Ó, jó néhány nemes. Jó, téged kaplak el. Ó, oké, néhányan csatlakoztak, király. 143-on vannak. Akkor a 4-ből szerintem 3-at sikerült elkapni, az jó. Lassan, de ugye végzek velük. Csak ugye mindig figyelnem kell a jelentéseket, hol van fosztogatás, és akkor lassan, de le tudom győzni őket. Nem mozog. What? Nem halt meg egy lövéstől. Oké, a maradékot azt már elintézik. Annyi az egész, hogy ugye hajós csatában nem lehet megnézni azt, hogy mennyien vannak még. Oké, mindössze 65-en maradtak. Megint felmegyek a toronyba, aztán annyi nekik. Hát mondjuk most nincs valami sok íjász. Oké. Leginkább csak közelharci egységeik vannak. Vagyis már az sem. Minden igaz, akkor még egy nemes van a közelben, akit el kell kapjak, és akkor talán már nem is maradt több nekik. Még 11, na mindegy. Kettőt sajnos elveszítettem, még két lovagot, na de nem számít. Oké, ott van, el kéne kapni. Oké.
Nektek annyi. Csak simán lerásoljuk őket, az kész. Semmi komoly. És szeretnék még több nemest felkutatni. Ha van egyáltalán. Nem biztos, hogy van. Lehet, hogy már nincsen. Lehet, hogy ez volt az utolsó. Ám bár nem hinném, hogy a mázlista legyek. Hogy ez lenne az utolsó nemes. Szerintem még valahol van néhány. Kell legyen. Oké, ez így egész gyors. Remek, mindössze egy sebesültem van. Na jó, akkor megint figyelni kéne a jelentéseket, ugye? És... várni, hogy hol kezdenek el fosztogatni. Irány Lund városa. A pápai állam és az Almohad kalifátus békét kötött. Az nem jó. Szerszámot veszek. Megveszem mind a négyet. Mert arra gondoltam, hogy nekem át kell helyezzem a fővárost néhányszor, mert ki akarok küldeni egy csomó toborzót. Szóval irány Magdeburg, oda, és ki kell küldjem a toborzókat. Ha minden igaz, akkor szerintem a dánoknak vége. Mármint talán még van valahol nemes, de nem hinném. ezret kaptam. Na ja, ugye a seregemet most már fele fenntartáson tartom. Így megnőtt a bevétel. Nincs véletlenül bársony. Hé, hey, itt miért van több katona? Hé. Miért vannak itt milicisták? Ennek nem lenne szabad megtörténnie. Mondjuk bársony az nincsen, de miért van itt milicista? Az nem jó, nekem nem kell. Miért képeztek le katonákat? Nem lett volna szabad. Benézek Bremenbe. Talán ott... gondolhattam volna. Na akkor... vegyük a sereget. Van egy olyan érzésem... Van egy olyan érzésem, hogy én meg fogom hódítani Itáliát. Ja. Kérem a seregemet. Legelőször kéne némi íjász. Kartforgatók. Még több ilyen. Utána ti. Még több íjász kéne. Na én most szépen visszamegyek a hadseregemmel, és egyefene norvégokat, egyefene a norvégokat, de én le fogom győzni a pápai államot. Már másodjára üzennek hadat, vagy harmadjára, és mindig olyankor, mikor én messze vagyok. Most már egy kicsit ez egy kicsit olyan rossz dolog, hogy hátba támadnak állandóan.
Mondjuk lehet, hogy pont elmegyek innen, és meg fognak támadni a izék. A... Mi az már? A norvégok, vagy egy, vagy a, izé a Freelander, az a Frigia. Az a frakció. Nem lehet tudni. Szeretnék itt hagyni 50 védőt, és akkor kb. Annyi. Amúgy tényleg abban a városban ott nem lett volna szabad extra katonát leképezzenek, toborozzanak ugye. Az úgy nagyon furcsa volt számomra. Oké, szóval van 30 védő, kéne még... ezzel 40... és 50. Na jó, irány akkor... Bremen. Mondjuk most el fogok veszíteni ugye néhány területet. Itáliában, mire odaérek a seregemmel, de nem probléma. Oké, nincsen bársony. Wow, 61-et véd fejre. Wow. Jó ez a sisak, csak faján is néz ki, ugye? Jobban, mint ez, szerintem. Csak a probléma az, hogy nem látok miatta, a szárnyak miatt, mikor íjazok. Blokkolja a látást, sajnos. De megvehetném az egyik hősömnek. Ja, és meg is veszem. Sirály, az egyik hősömnek odaadom. Melyiknek van ilyen gyenge sisakja? Ah, Nicolo Antonio Polo. Ó, oh, nagy teuton sisak. Várjunk. Ja igen, neked pedig odaadom eztet. Remek. Kevés katonám van. Várjunk. Oké. Okay. Kemény egy dénárt kaptam. Na jó, irány akkor... Magdeburg. Ám mondjuk csak a norvégokat szeretném legyőzni. Szóval ki fogok erőszakolni egy békét, amilyen gyorsan csak tudok, és csak a norvégokat szeretném legyőzni. Oké, okay, a franciák és a Count of Toulouse, ugye az hadban áll. Oké, okay, itt ugye van egy csomó újoncom, ami nagyon jó. Júj, nem csatlakoztok ti hozzám, menjetek innen. Mondjuk tőlem aztán állhattok itt Szent Karácsonyig. Ja igen, van két nemes, akit el kell küldjek. Oké. Okay. És akkor kérek, hozzanak inkább, igen, 50 verszi újoncot, 50 norvégot, legyen 50 dán, és még 50 svédet, hol van Swedish. Vagy legyen, igen, Shred, oké, okay. Remek, ez kell, és akkor, hello, az igen,
Itt aztán van mit inni. Sajnos bársony az nincsen. De újoncok vannak. 162 verszi paraszt. Nem rossz. Na szóval. Sajnos bársonyt nem kaptam. Na de irány akkor Prága. Oké, tudnám képezni a katonáimat. A morál az már gyenge. Már leesett. Most az orvosnőt itt megint le kell helyeznem. Legjobb az egészben, hogy van több mint 160 verszi újoncom. És ugye belőlük lesz a jó íjász. Na már most őszinte legyek, nem igazán láttam a verszi íjászokat, ugye versi hosszú íjászokat. Bárhogy ejtik. Versi vagy verszi. Nem igazán láttam őket nagyon erősnek. Mondjuk szerintem az íjászok ugye legjobbak védekezéskor. Nyílt terepen annyira nem erősek. Na jó, haladjunk akkor. Igen, igen, én tudom, a pápai állam egyfolytában fosztogat. Ez nem meglepő. Szerintem a písát mindjárt el is veszítem, de nem gond. Elveszítek. Lengyelek! Hello! Szóval még mindig itt vagytok? Jó tudni, hogy még mindig ezen a környéken tevékenykednek. De nem igazán csinálnak már semmit. Nem is fosztogatnak. Már rég nem kaptam jelentést, hogy a lengyelek, vagy egy lengyel nemes kifosztana egy várost. Vagy bármit. Vagy nem várost, hanem falut. Mindig meg vagyok, vagyis mindig azt mondom ugye, hogy várost, mert meg vagyok szokva azzal, hogy Total War-okban ugye vannak kisebb városok, meg a nagyvárosok, és akkor általában a kisvárosokat szokták kifosztani. Mert ugye azok nincsenek fallal védve. Amúgy át kell helyezzem a főváros Prágába, és akkor megint kiküldök toborzókat. És még több izé kell nekem. Még több svéd, dán, norvég, meg velszi. De azt hiszem, hogy csak izét küldök. Mármint, hogy izét hozzanak. 100 velszit és 100 svédet. Oké, szerintem működni fog a trükk, ugye? Hogy kiküldtem már 4-et, és akkor most megint ki tudok küldeni 4-et. Aha. Szóval kell 100 velszi. És Swedish. Hol van? Oké. Kell 100 svéd újonc. Nem skót. Hanem svéd. Jó, és akkor át kéne megint helyezzem a fővárost, és akkor megint ki tudok küldeni 4-et. Irány Bécs. Vagy nem, irány Olomouc. Remélem nem kapják el őket. Ha igen, akkor így jártak. Sajnos itt nincsen. Jó, mindegy, megyünk tovább.
amúgy nagy hülyeség volt, mikor ugye Pécsben és Székesfehérvárban voltam, hogy nem vettem magamhoz izét. Bársonyt, ugye? Most már mindegy. Jó, mondjuk megint fejlesztenem kéne a katonáimat. Remélem amúgy mindegyik toborzó visszatér, és akkor lesz egy csomó újoncom. Oké, van némi Velszi hosszú íjászom már. Sikerült kifejleszteni ugye néhányat. A legjobb az egészben, hogy nagyon gyorsan tudom képezni a katonákat. Szóval van Frisian Loricatus. Oké. Hú, az ott ki ellen harcol? Csak sima Raiders. Zadárt. Mi? Mi a fene az, hogy ennyire Zadárt akarják mindig elfoglalni? Visit the Diveworks. Nincs véletlenül? De van. Wow. Na várjunk. Én ezt nekem kell eladjam amúgy? Szóval ezt már nem adják el, amit felhalmoztak, hanem nekem kell eladnom. Értem. Wow. Oké, hát akkor ezt egész jó áron el tudom adni. Na mindegy, én akkor ezt gyorsan eladom, mert hát... sajnos kevés a helyem, ezért többször kell úgymond kibelépjek. Arra gondoltam amúgy, hogy majd eladják ők, de ezek szerint nem. Oké. Mondjuk hamar meg lesz. Mondjuk egyre gyengébb és gyengébb áron adom el, de hogy őszinte legyek, nem érdekel. Hány szerszám van? 1-2-3, 1-2-3, oké. Egyelőre többet nem is adok el. Irány akkor Pécs. Átrakom a fővárost Pécsbe. És akkor megint kiküldöm a toborzókat. Ugyanúgy kell, de most 50 vagy 100 dánt hozatok, és nem, 200 dánt, csak dánokat. Csak ilyen dán, izét. Újoncokat. Akarok egy csomó dán izé harcost képezni. Dán izé harcost. Oké. Nem tudom, hogy azok milyenek lesznek a dán izé harcosok, de remélem jók. Oké. Ti meg elmehettek innen. A élelmet ne felejtsek el venni. Amennyit csak lehet. Páncél. Gyenge. Fegyverek. Szutyok az egész. Na irány akkor Zadárváros. Amúgy Pisát nem vesztettem el? Felhagyták az ostromot, és inkább megtámadták Zadárt. Én nem tudom, mi van Zadár városával, hogy miért ennyire fontos, de oké. Általában, hogyha megtámad valaki, az egyből Zadár városát támadja meg. Ott van például ugye Pisa, ami jóval közelebb lenne a pápai államhoz, de ők félbehagyják az ostromot, és inkább megtámadják Zadárt. Mennyi az annyi? 25 ezer. Count Manfred von Karstein. Ja nem, ez nem az a játék. Gyerünk. Az istenit! Majdnem.
Na, mindegy, lényegtelen, mert egyből visszafoglalom. De azért egy kb. Egy fél másodpercen múlt. Na jó, legyen kettő. A County of Flanders és a franciák békét kötöttek. Felégetnek egy csomó falut. Oké, okay. A város újra az enyém. Igen, magamnak adom, és át kell helyezem a fővárost ide. És akkor küldöm is a toborzókat. Amúgy remélem, hogy működik ez a dolog, hogy áthelyezzem ugye a fővárost, és akkor megint tudom küldeni a toborzókat. Jó, szeretnék ide egy csomó... Mi van a legközelebb? Hmm. Legyen no... Nem. Legyen simán... 100 dán. És 50 norvég. És 50 svéd. Akarok egy csomó északi harcost. Amúgy néhány területet magamnak kéne adnom. Nem az összeset, de néhányat. 3, 2, 1. Oké, és akkor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 és 100. Ez lett volna ugye a 100 védő a városba, és akkor most már csak arra várok, hogy megtámadják megint a várost. 436 banneret lovagom van. Majdnem 500 lovag. A legerősebb lovagjaim ugye. Nem gondoltam volna, hogy sikerül majd ilyen sokat összeszedjek, de sikerült. 3610 katonát tudok irányítani. Nem rossz. Csak annyit össze is kéne valahogy szedni. Szeretnék amúgy. Idővel. Ezért küldtem ki olyan sok izét, toborzót. Szeretnék összeszedni 3000 katonát is. 126 Velszi hosszú íjászom van, és hol vannak a veterán hosszú íjászok? 35 íjász, de hol van a veterán? Ez a... nem az? Hány veteránom van? 30 veterán Velszi hosszú íjász. Hm, oké. Okay. Rendben. Kéne vennem némi élelmet. És ugye... Oké, okay, ezek gyenge páncélok. Fegyver. Oké, okay, ez jó. Megveszem. Oda kéne adjam az egyik hősömnek, amelyeknek nincs ilyen legjobb pajzsa. Például ez. Ezt meg el kell adnom. És akkor legyen az, hogy neked annyi haver. Count Manfred von Urslingen von Karstein. Jaj, mennyi lovag. Nézd már a Teutont. Teuton sisakja van. Amúgy 61-et véd fejre. Eddig azt gondoltam, hogy ez a 60-as a legjobb, ugye, amelyik plusz 60-at ad, 60 fejvédelmet ad, de nem. Mert van egy olyan, amelyik 61-et. És valami majdnem 50 ezer dénár volt, de hát... De pénzünk az most már van megint, szóval... Nem probléma itt a dolog. Nem halt bele.
Amúgy szeretnék minél gyorsabban békét kötni a pápai állammal, és akkor irány a norvégok ellen. Na az majdnem elkapott. Az nem sokon múlt szerintem, hogy egy szép egyenes szúrás bevigyen. Jó nagy lándzsája volt a csávónak. Egy pika. Ja, hogy ennyi? Oké. Rendben. És hadd menjen. Schwabian Loricatus. Oké. Jó az. Morálom kemény 9-es. Ez mi? Kingdom of France. Wow. Na jó. Foglaljam el Velencét, nem? Vagy előbb ezt a várat, utána Velencét. Valahogy rá kell kényszerítsem a pápai államot a békére. Oh. És megvitték az 50 újoncot Magdeburgba. Na jó, irány akkor először Pisa. Szerintem időben odaérek. Mondjuk kicsit messze van. Na, gyerünk. For fuck's sake. A County of Flanders. Oké, az gáz. Na akkor egy olyan érzésem van, hogy éjszakon el fogok veszíteni pár területet. Kivéve, hogyha gyorsan békét tudok kötni a pápai állammal. Azt meg nem tudom, hogy hogy érem el. County of Flanders. Az nem jó. Ám bár van nekik más ellenségük is szerintem. Na nem már, egyedül vagy. Vagyis hát remélem, hogy más ellenségük is van, és akkor nem csak engem támadnak. Majdnem. Oké, irány Firenze akkor, egyefene. Elveszem Firenzét tőlük. Ahogy jól láttam, hogy kijött a városból. Nem tudom elkapni. De el akarom foglalni Firenzét, ha már itt vagyok. Oké, 7 óra is mehet a támadás. Mondjuk jobban örültem volna, hogyha a lombárdok üzennek hadat, mert ők pont itt vannak. Így most van egy olyan érzésem, hogy fent éjszakon el fogok veszíteni pár területet. Mire sikerül rávegyem a pápai államot, hogy kössünk békét. Oké, támadok. Nem akarok automatikázni, menjen a támadás. Na ja, most... Oké, 19 íjászom van, ez nem jó. Most ugye több néppel kell hadakozzak. Állj már elém. Ez engem vett célba. De szerintem rá tudom venni a pápai államot, hogy békét kössünk. És utána pedig rá kell vegyem a Frizsia népet is, mert én a norvégokat akarom legyőzni, a lényeg az. Mert egy olyan kicsi királyság, ugye? És hamar végeznék velük.
Oké, nagyon gyorsan hullanak a védők, ugye? Na meg persze itt van az íjász gyilkos. Na. Gyerünk. Ja, hogy már rég bent vannak az embereim. Oké. Nem mozog? Ne, maradj ott! Oké, mindegy. Néhány lovagot elveszítek, de hát... Van vagy 1000 lovagom. Ha az összeset egybe rakom, ugye, mindegyik fajtát. Szerintem majdnem 1000 lovagom van. Oh, fejes. 126 sebzés. Oké, bár nagyjából ennyi. Már nem igazán van ellenség a bástyákon. Nem látni. Mondjuk van ott még 2 vörös pont, ugye? Ott. Az pont, hogy valahol ott hátul van. De lényegtelen. Mivel már... Jó, hogy kaptak erősítést. Ó, azt hittem, hogy ennyi. Nem, mert kaptak erősítést, oké. Akkor csak bemegyek, és megpróbálok leszedni még néhányat. Ez az egy lovag itt próbálkozik. Valamivel. Ja, baj te. Ennyit nem tudtál? Lovagok. Ó, bakker! Oké. A kedvenceim. A kedvenc... embereim. Ja, francba. Amúgy rohadt faján néznek ki ezek a tuszkániak. Nagyon szép a felszerelés. Nem páncélzat, mert leginkább csak egy gyenge láncinget használnak, ugye? Hát mondjuk az is páncélzat, igaz, de... páncélzat az általában ugye ilyen komolyabb, nehéz páncélra gondolok. Leginkább ugye ezek csak ilyen izét használnak, láncinget. De nagyon faján néznek ki, ugye? Ilyen kemény pikások. Jó, mondjuk elég gyorsan meghalnak most. De hát ez csak játék, ugye? Valóság az más. Valóságban ezek a pikások... Hát nem tudom, hogy a lovagok ilyen könnyedén le tudnák győzni őket. Valóságban a pikások nagyon-nagyon veszélyesek voltak. Másodpercek alatt képesek voltak egész csapatokat elintézni. Például ugye ott vannak a... Ki is már... Svájciak. Ugye a legendás svájciak. Nagyjából legyőzhetetlenek voltak. Volt egy csata, amit elveszítettek, utána pedig... nem még. Utána, ha jól emlékszem, még zsoldosként tevékenykedtek. És ugye a pápa pedig egy idő után felkérte őket, hogy legyen a testőrség. És akkor ugye onnan jött a pápai, a svájci testőrség, ugye a pápai testőrség. Azért lettek ők a pápai testőrség, mert legendás harcosok voltak, ugye. Nagyjából legyőzhetetlenek voltak a izék, a svájciak, a svájci pikások. Hát nem is tudom, vegyem fel ezeket amúgy. Így is rengeteg fajta emberem van. Azt hiszem teszek egy ilyen linket a leírásba, vagy komment szekcióba, ugye, hogy a legendás svájciak, ugye a svájci pikások, hogy mi mindent értek el. Van egy ilyen, jól emlékszem, valami 15 perces videó, és egy ilyen kisebb mini történet, ugye, történelem a svájciakról. Nagyon jó amúgy tényleg. Mondjuk amin túlmentek és ami csatát megnyertek a svájciak, meg is érdemelték azt, hogy ők legyenek a pápai testőrség.
azt nagyon megérdemelték, hogy a pápa őket választotta. Mondjuk ez nem meglep, hogy őket választotta, mert hát nagyjából ők voltak a legjobbak, meg a legerősebbek abban az időben. Normális, hogy őket választotta. 20, 40, 60, 80, 90, 90, 100. De amúgy tényleg nagyon jó kis történelmük van. Nem olyan hosszú, mármint nem az az egész történelem, ugye az a 15 perces videó, csak az ugye az olyan szerintem fontosabb része. Rendben, nincs. Ja igen, kéne élelmet vegyek, meg talán lesz valami páncélféleség is. Vagy mesteri harci például. Ó, és áthelyezhetném ide a fővárost, nem? És akkor megint ki tudok küldeni toborzókat. És szeretnék... hozatok 200 franciát. Ja, igen, az lesz. Igen, és akkor hozatok 200 franciát ide. French. Kell nekem 200 French. Legyen 200 francia, és legyen, vagyis 100 francia, 100 angol. Nem mondom angol. English. Kell nekem 100 English. Na jó, ez elég. Oké. Azt mondja, hogy semmi. Jó. Magamnak adok még néhány területet, és akkor azt hiszem, hogy jó lenne elverni itt néhány nemest. Három, kettő, egy. Rendben. Azt mondja, hogy... Lássuk, mi lesz, hogyha várakozom egy kicsit? Megtámadják azt a várat? Oké, kissé furcsa. Gondoltam, hogy megtámadják a várost, Firenzét. Elfoglalnám Pistoját. Mondjuk van némi szintlépés. Ja, arra gondoltam, hogy még ezt a várat elfoglalom, és akkor zárom a videót. Ja. Következő részben pedig jó lenne elérni egy békét ugye a pápai állammal, és akkor egyből... ja, meg is támadták Brement. Aj, bakker. Hogy a fenébe tudnák békét kötni ezekkel a pápai állammal. Oké, megtámadták Písát. Nem gond. Oké, mindössze 133 védő van, semmi komoly. Van a szicíliai. Tényleg, valójában szicíliaiakat is, vagyis azokat kellett volna hozassak. Közelebb van, ugye? Na, most már mindegy. Pedig az jobb lett volna. Sokkal közelebb van. Északon pedig ugye el fogok veszíteni jó pár területet, de nem gond, vissza fogom könnyedén foglalni. Nem lesz probléma. Na jó, arra gondoltam, akkor még elnézek Pisa városához, és akkor zárom a videót. Vajon mennyien lehetnek?
Ah, Zadárt is, wow. Egy nemes egyedül? Nem, van kettő még hozzá. Frakcióvezető? Talán. Jó, és akkor élelem. Az folyamatosan kell vásároljam. Oh, hello, szárs számok, király. Át tudnám helyezni a fővárost ide, és kiküldeni toborzókat, hogy hozzanak szicíliaiakat. Nem lehet, mert ostrom alatt áll. Jaj. Az, wow, mennyi versi hosszú íjász elment. Felbérelt harcos, még több hosszú íjász, wow. Na mindegy, kb. Ennyi lett volna amúgy. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!